kakaós csiga. Itt van 30 forint, mondta anyám, majd a kezembe szórta a csörgő pénzt. A régi 10 forintoson a Magyar Népköztársaság szabadságszobra volt. Mindannyiunk számára nagy pénz volt ez. 3 darab 10 forintos sok dologra volt elég, és sok dologra kevés. Aztán a pénzt a zsebembe tettem, és a csíkos szatyrot a kezembe vettem, majd elindultam. A Tömös utcai kenyérgyár felé vettem az utam, és az előttem álló szégyenkezésre próbáltam magam felkészíteni. Szégyen, mely minden héten legalább 2 feltüzeli a fülem, és pirossá változtatja azt. A kenyérgyár boltjába belépve a pult mögött álló nő rám néz, majd megszólal. Kutyának jöttél megint kenyérért? Száraz kenyérért? Igen, válaszoltam halkan, majd az előbb említett szégyen dörzsölni kezdte a fülem hegyét, miközben lesütöttem szemeim. A nő a bolt és a gyár közötti folyosóra vezetett, ahol egy hatalmas fémkonténerben sorakoztak a tegnapi vagy azelőtt el nem adott kenyerek, pékáruk. És hány kutyátok van, hogy ilyen sokat eszik? Kérdezte a nő kissé cinikusan. 10, mondtam zavarodottan, majd a kenyereket válogatni kezdtem. Próbáltam a puhább kenyereket kikeresni a konténerből. Kis idő múlva az eladó ott hagyott a konténerrel, mintha csak erre vártam volna. A száraz kenyerek között kezeimmel gyorsan próbáltam keresni a tegnapi pékárukat, amelyeket a szatyorba pakolgattam, egymásra illesztve. És akkor a konténer egyik sarkában felfedeztem azt a bizonyos részt. 2 kenyér takarásában körülbelül 10 darab puha és illatos kakaós csiga volt bedobva. Gyorsan kikapartam a többi kenyér alól, és pakolni kezdtem a szatyorba. Bár legalább tegnapi kellett, hogy legyen, az illata ellenállhatatlan vágyra késztetett, és az egyikbe beleharaptam. Úgy éreztem, mintha most vették volna ki a kemencéből, és épp hogy porcukorral hintették be. Nem gondoltam arra, hogy egy konténerből haláztam ki, és hogy 10 forint per kilogram áron adják el takarmány kenyérként. Aztán a pillanatnyi kábulat után a telepakolt szatyorral visszamentem a boltba, ahol lemérettem a szatyor súlyát. 35 forint lesz, mondta az eladó, majd rám nézett. A szégyen megint lihegni kezdett mögöttem, miközben a kezemben lévő 30 forintot adtam át a nőnek. A nő megszámolta, majd legyintett egyet. Lassan az ajtó felé fordultam, amikor a boltos megadta a végső kegyelemdöfést. Csokis lett a szád a kakaós csigától, mondta, majd a saját szája szélére mutatott. Úgy éreztem, elsüllyedek szégyenemben. Bár mindketten tudtuk, hogy nem a 10 kutyának viszem a takarmány pékárut, sosem mondtuk ki, hogy mi esszük majd meg otthon. Azóta is, ha meglátok egy kakaós csigát, a konténer jut eszembe, ahonnan életem legfinomabb süteményét ettem. Hát, köszönjük szépen. Ehhez azt hiszem, hogy sokat nem kell fűzni, és hogyha kezükbe akad Détort Norbert tegy egy írása, akkor feltétlenül olvassák. Ne lapozzanak tovább, hanem olvassák el, mert nagy-nagy élmény lesz.